Vállalkozz Zuglóban. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, a FIVOSZ folytatja a korábban megkezdett programot, és megpróbál minél több fiatalt Zuglóba csábítani, hogy itt kezdjen vállalkozást, és ezzel ne csak a saját gyarapodását segítse, hanem a közösség előreviteléhez is járuljon hozzá. A Zugló Televízió támogatja ezt a programot, ezért rendszeresen mutatunk be olyan szakembereket, olyan tapasztalatokat, amelyek hozzájárulhatnak mások sikeres startjához. Mai vendégünk itt a stúdióban Dallos Zoltán marketing szakértő, aki a FIVOSZ marketing szakértőjeként is dolgozik, és akivel a home office-ról, illetve az internetes vállalkozásokról, pontosabban szólva az interneten zajló vállalkozási munkáról beszélgetünk. Mennyire nevezhető elterjedtnek az, hogy valaki ma nem fizikai vállalkozással kezdi el vállalkozói karrierjét, hanem ilyen fajta nevezzük virtuális vállalkozással? Nagyon szépen köszönöm a meghívást először is. Én úgy gondolom és úgy látom, hogy azért ez egyre inkább elterjed a világban, és talán az elmúlt 3-4-5 év az okostelefonok, a szélessávú internet elterjedése, tehát ezek megteremtették azt a technikai feltételt, ami már nagyon könnyűvé teszi ezt a fajta, nevezzük távmunkának, vagy helyfüggetlen életnek. Az más kérdés, hogy mondjuk, hogyha akár ügyfelei vannak az emberek, akár egy főmunkáltatója, hogy ő ezt milyen szemmel nézi, és hogy tekint erre a fajta szabadságra, hogy ezzel él az ember, vagy pedig visszaél. Szerintem ez a fő különbség. Segíti, tehát sikeresebbé teheti a vállalkozást, hogyha markánsan rögtön az első pillanattól kezdve az internetes eszközökre és megoldásokra támaszkodik, vagy épp ellenkezőleg egy kezdő vállalkozásnál az nagyon fontos, hogy fizikailag is jelen legyen, hogy arca legyen, hogy székhelye legyen, hogy lakcíme legyen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindentől függ. Egyrészt nyilván a tevékenységnek a jellegétől is. Tehát nyilván egy valaki egy kávézót nem lehet vagy egy orvosi rendelőt, azt nem tud. Viszont, hogyha valaki eleve úgy kezdi, hogy például a kollégák nincsenek egy helyen, akkor rákényszerül arra, hogy olyan szabályrendszert alakítson ki, ami így is hatékonyan tud működni. Vagy olyan controlling rendszereket, hogy tudja mégis ellenőrizni mondjuk a távolról dolgozó kollégát, és nyilván egy nagyfokú bizalom kell hozzá, de így rákényszerül az ember, hogy kialakítson ilyenfajta informatikai rendszereket, belső szabályokat, és esetleg már egy kis cég is sokkal jobban szabályozottá válik, mert hogy akkor nem az van, hogy megbeszéljük az ebédlőbe vagy a kávé mellett, hanem egyszerűen megvannak azok a rendek, ami szerint működnünk kell, mert különben nem működne máshogy. Drágább így az indulás, vagy olcsóbb? Hát ha azt nézzük, hogy irodát nem kell fenntartanom, vagy esetleg kisebb irodát kell, akkor lehet olcsóbb. Tipikusan a közösségi irodák nyújtanak erre lehetőséget, hogy ilyen havi néhány tízezer forintos díjért cserébe mondjuk be tud járni az ember. Lehet, hogy nincs is fix asztala, hanem odaül, ahol éppen talál helyet, viszont minden biztosít mondjuk ez a közösségi iroda, amire szüksége van egy kezdő vállalkozónak. És így tud csökkenteni mondjuk a költségein. Ugye az előbb már egy fél mondatban szót ejtettünk arról, hogy nem minden vállalkozás alkalmas erre, hiszen aki fizikai szolgáltatást nyújt, az megkerülhetetlen, hogy jelen legyen valahol a valós térben is. De mennyire alkalmas ez a módszer egyáltalán azoknak is, akik valami fajta szellemi szolgáltatást nyújtanak? Tehát van-e arról valami fajta tapasztalat, hogy a magyarországi potenciális ügyfélkör mennyire szeret fizikailag is találkozni azokkal, akiktől szolgáltatást nyújt, és itt most tényleg marketing szolgáltatásokra, könyviterre, tehát olyan jellegű tevékenységekre gondolok, amelyek valóban végezhetők távmunkában is. Talán ez is változik. Itt az elmúlt időkben én úgy látom, hogy egyre inkább nyitnak azért a cégek, de még mindig megvan, hogy a bizalmat sokkal gyorsabb fölépíteni. Tehát ki tud alakulni távolról is, akár Skype-on keresztül, telefonon keresztül, rengeteg eszköz van már, hogy tudunk kommunikálni ugye távolról is, viszont sokkal gyorsabb a bizalmat fölépíteni, hogyha egymás mellett vagyunk, egymás szemében nézünk, egymás gesztikulációját látjuk, és inkább azt mondom, hogy gyorsítani lehet ezen. De viszont, hogyha beleszámoljuk az utazási költségeket, vagy utazási időt, akkor viszont már nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb mód. Mennyire elterjedtek ennek a módszerei? Mindenkinek magának kell kitalálnia, vagy pedig beütöm a Google-be, és akkor lehívhatok kész forgatókönyveket arra, hogy ilyen fajta vállalkozások tudjanak működni? Szerintem erre talán fix forgatókönyv nincsen, hiszen tényleg ahányház annyi szokás, viszont van rengeteg olyan közösség, olyan szakmai meetupok, események, workshopok, amin mondjuk ezeket lehet, ötleteket lehet meríteni mondjuk ezeken az eseményeken. Tehát én mindig azt javaslom, hogyha valaki
aki bele szeretne ebbe kóstolni, hogy keressen fel olyan helyeket, erre tényleg nagyon sok jó platform van, ahol hasonló vállalkozókkal vagy hasonló ötletekkel tud találkozni, és gyűjtögessen belőle. Vannak esetleg olyan tanácsadó vállalkozások, akik kifejezetten az ilyenfajta munkára szakosodtak? Én inkább lehet, hogy itt akár az egyéni mentorokat, üzleti mentorokat, vagy coachokat, vagy olyan oktatóanyagokat javasolnék, ami kifejezetten mondjuk az én online vállalkozásoknak szól, vagy ennek az építéséről szól. Számos ilyen elérhető most is az interneten. A korábbi beszélgetések során, amik ebbe a Vállalkozz Zuglóban program keretében itt zajlottak, nagyon markánsan fogalmazódott meg annak az igénye, hogy minden kezdő vállalkozó szinte a legfontosabb feladatának az önálló arculat, az önálló brand, az önálló márka megteremtését tartsa, mert ez az, amin keresztül biztosítható a növekedés, a fejlődés. Mennyire segítik az ilyen online formák ennek az önálló brandnek a megteremtését? Ezek egyáltalán segítik-e, vagy nehezítő tényezőt jelentenek? Nagyon jó kérdések. Szerintem is. Tehát egyik oldalon nagyon nehéz, mert van egy óriási nagy zaj, pont azért, mivel demokratizálódott az egész internet és a közösségi csatornákon, ugye bárki tud írni bármit, és tényleg egy okostelefon elég hozzá, és semmi más nem kell. Tehát a zsebünkben van a stúdió gyakorlatilag. Ezért nagyon sok tartalom keletkezik, ugye például a YouTube-on percenként 400 órányi anyag kerül feltöltése percenként, tehát hogy tényleg elképzelhetetlen mennyiségű adat, információ, viszont pont azért egyszerű, mert nem kell hozzá semmi, és én is most itt fel tudok venni egy 10 perces videót, és tudok vele kommunikálni egyből, és meg tudom mutatni magam. Az, hogy ez mennyire tudatos, és hogy ez hogy építi fel az ember, hogy személyes márkát épít, vagy pedig céges márkát, az már megint egy stratégiai kérdés. Én nagyon amellett vagyok, hogy érdemes személyes márkát, tehát beletenni az embernek a személyes gondolatait, és úgy építeni fel az üzleti vállalkozást is, hogy ő szakértővé válik ezáltal. Ennek a márkaépítésnek a során egyébként ezek az internetes módszerek, ezek hatékonyabbak, mint a klasszikus fizikai jelenléttel járók? Én azt gondolom, hogy más. Tehát, hogy nem mondanám hatékonynak. Mennyire függ a célközönségtől például? Az is igaz, de a kettő egymás mellett tud talán a legjobban működni. Tehát én személyesen is járok rengeteg előadásra, tartok is előadást, most is itt fizikailag itt vagyunk, de majd elérhető lesz ugye online. Tehát én azt gondolom, hogy a kettőt valamilyen szintű egyensúlyba kell hozni, de nyilván, hogyha az én célközönségem mondjuk a nyugdíjas korosztály, akik mondjuk bár egyre inkább ott vannak már például a Facebookon is, de lehet, hogy náluk például még mindig sokkal erősebb mondjuk az az igény, hogy személyes jelenlét legyen. Ha 20-as éveikben dolgozó kollégáim vannak, vagy ilyen közönségnek szeretnék eladni, ott meg már teljesen természetes, hogy egy Skype hívás, vagy egy FaceTime hívással kommunikálunk. Tehát nyilván van egy életkorbeli sajátossága is. Beszéljünk egy kicsit a home office-ról, tehát arról, hogy ha már egy vállalkozás elindult, működik, gördül előre, és olyan jellegű munkát végez, amely távmunkában is végezhető, akkor ezt lehetővé is teszi az alkalmazottainak. Vannak-e már értékelhető tapasztalatok arról, hogy az ilyenfajta home office vagy távmunka az mennyire hatékony, mennyire ellenőrizhető, mennyire alakultak ki ezzel kapcsolatban a rutinok? Talán itt is az elmúlt évek nyitottak kaput, de hogyha kicsit nyugatra nézünk, akkor ott számos, főleg azért nagy technológiai cégeknél látszódik, hogy a Google híres erről például, hogy ő azt mondja, hogy a munkaidőnek a 20%-ával úgy rendelkeznek a kollégák, ahogy akarnak, tehát bárhol lehetnek, csak egy kérés van, hogy a cég érdekében csináljanak valamit. És hogy kimutatták azt, hogy ez a fajta szabadságadás, hogy a legjobb ötletek például ott születnek abban a 20%-ban. Pont azért, mert nincs az embereken az a fajta keret vagy nyomás, ami beszabálja az őket, és akkor tudnak szárnyalni. Mondom, ez két élő, tehát ugye kell egyfajta bizalom, viszont a másik oldalról meg olyan informatikai rendszerek vannak már, hogy én azért nagyon sok mindent tudok ellenőrizni távolról is. És hogyha több mutatót nézek egyszerre, akár a rendszerben töltött időt, akár a kollégának csak csupán az eredményességét, akkor több mutató figyelésével úgy is kijön a végén, hogy nagyjából dolgozott a kollega, vagy nem dolgozott. És valójában azért én azt gondolom, hogy ha most 6 órát dolgozik, vagy 7-et, de a nap végén eredményes, és tényleg ő még jobban érzi magát, és ezáltal mondjuk lojálisabb lesz, és tovább ott marad a cégnél, akkor meg lehet, hogy ezzel nyerünk. Még akkor is, hogyha mondjuk lehet, hogy ő 1 órát nem munkával tölt. Van egyébként adat arra, hogy ez Magyarországon jelenleg mennyire elterjedt? Erről nekem nincsen statisztikám, de úgy látom, hogy főleg a multicégek, tehát ahol nyilván hozzák ezt a fajta kultúrát mondjuk az anyacégtől, ott sokkal jobban érződik ez, hogy engedik a dolgozókat. Mennyire formálja ez át egyébként a munkahelyi kultúrát? Tehát végül is
ez azzal is járhat, hogy az a fajta munkai közösség, közösségi szellem, hát egy kicsit gyengül, ami korábban sokak szerint egy cég esetében előrevívő tényező volt. Hát vagy felértékelődik annak a pár napnak a jelentősége, amit bent tölt a kollega, tehát igen, ezek nézőpont kérdése. Érdekes, nekem van egy asszisztensem, egy főállású asszisztensem, 2,5 éve dolgozunk együtt, és összesen 3-szor találkoztunk életünkben. És az első találkozónk sem a felvételkor volt, hanem már dolgoztunk együtt egy éve, és tehát, hogy ki lehet alakítani ezeket a folyamatokat, és tud működni nagyon-nagyon jól egy kapcsolat, attól függetlenül, hogy nincs egymás mellett a két ember. Tehát a technológia már nagyon sok mindenre képes van. Nem válik-e teljesen kiszolgáltatottá egy olyan cég, amelyik nagyban alapoz a home office-ra, pont a technológiának. Tehát egy rendszerleállás, egy áramszünet, egy bármilyen probléma, az fizikailag teszi lehetetlenné a munkát. Hát egyértelműen, hogy ezek szükségesek, de azért én azon, hogy a kollégák nagy része laptoppal dolgozik úgy is, akkor ott az akkumulátor üzemed az egy jó pár órát még fog biztosítani. Inkább mondjuk az, hogy legyen egy stabil internet. Tehát igazából ez az egyetlen egy olyan kritérium van, amire kell figyelni, de itt megint csak, hogy akár otthon, akár pedig egy közösségi iroda mondjuk tud erre megoldást nyújtani, hogy az egy kiszámítható és stabil legyen. Ha meg olyan áramszünet van, az meg a cégnél is előfordulhat. Tehát igazából... Igen. De valóban erre kell figyelni a technikai feltételekre. Hova érdemes fordulniuk azoknak, akik most esetleg pont ezt a beszélgetést nézve ezeknek a módszereknek a meghonosítására készülnek? Hol lehet tanácsot, segítséget, információt kapni? Amivel kezdtem is, hogy egyrészt ezek a szakmai workshopok, meetupok, tehát én javaslom például a Facebook eseményeket átnézni, mert ott folyamatosan van ennek a gyűjteménye, és rengeteg ilyen önfejlesztő előadás, rendezvény van. Illetve ugye, ha már kezdtünk a Fiatal Vállalkozók Szövetségével, akkor az ő rendezvényeiket is azért tudom javasolni, mert rengeteg kapcsolatépítő lehetőség, illetve inspiráció, ami ott elhangzik, és lehet tanulni a sikeres vállalkozóktól. Köszönöm szépen az információkat, és jó home office munkát kívánok. Köszönöm szépen a meghívást.